Nagyon röviden próbálnék átfutni egy olyan slide-on, egy olyan PowerPoint presentation-en, amit sok kísérletünk egyikén Brüsszelben mutattunk be 2006-ban. Úgy gondoltuk, hogy azt az elképzelést, hogy Kőszegen legyen egy új típusú egyetem és kutatóközpont, az a világ elé kell tárnunk, és akkor volt erre egy lehetőségünk, illetve egymás után két alkalommal is, és Elemér egy olyan slide-ot állított össze, vagy slide-okat, amiben összefoglalta mindazt, amit többen szerettünk volna. Nem fogom részletesen ezt bemutatni, csak egy picit betekintést enged abba a műhely munkába, amit folytattunk, és amiben éltünk, és amit tulajdonképpen soha nem adtunk föl. Tehát, ora et laborare study. Kezdődik. Participate and act. Ez már egy aktivista társadalomtudósnak a hitvallása. Megfogalmazza a kutatás területeit, mint a hagyományos disziplinákon túl a kultúra és a civilizáció, és vagy a civilizáció szerepét kellett már akkor szerinte vizsgálni. Már akkor úgy láttuk, hogy a nyugati civilizáció egy nagyon mélyreható transformáción, változáson megy keresztül. Ugye 11-12 évvel ezelőtt volt. Itt vannak a kérdések, hanyatlás, válság, decivilizáció, hibridizáció, kreolizáció, túl jón és osszon, hedonisztikus világ. Elemér egyik fontos kérdése volt élete végéig, ezt beszegette itt az utolsó előadását a mellettünk lévő épületben tartotta a Jakobinus Sigrai Jakabnak a róla elnevezett teremben, ahol azt kérdezgette tőlünk, akik ott ültünk körülötte karácsony előtt, hogy jobb emberek lettünk-e az alatt az egy év alatt, amit eltöltöttünk. Kőszegen én is meg fogom kérdezni itt a kollégáimtól, akik itt ülnek majd nem sokára, és hogy van-e értelme az életünknek. És ezeket a banális kérdéseket olyan megemelten tudta megkérdezni, hogy nem lehet azóta sem szabadulni tőlük. Tehát a tudásnak és a bölcsességnek egy borzasztó izgalmas keverékét hozta létre. Egy nagyon fontos felvetése volt a transzcendencia elvesztése, az értelem keresés, az értelem elvesztésének a problémája, a nagy narratívák kollapsusa, összeomlása, és még sorolhatnám, nem megyek mindenem végig. Mindannyiunkat nagyon érdekelt az, hogy a dekonstrukció után jön-e egy rekonstrukció, hogy az európai integráció megrekedése után újra tud-e indulni egy európai konstrukció, ha igen, akkor milyen eszközökkel. Lehetséges-e egy szintézis, kérdezte Elemér, a tradicionális és a kialakulóban lévő új attitűdök és értékek között, a normák és az életvezetés új vonalai között. Milyen mentalitások jellemzik az új életstratégiákat, milyen vízióink vannak a világról. Ezt egy borzasztóan fontosnak tartotta, és meggyőzően tudta elmondani, hogy az élet minden szférájában kellene tudni erre válaszolni. A tudományban, az egyetemeken ugyanúgy, mint a kormány, a társadalom, tehát a politikai élet és a társadalom élet minden szintjén. Egyik kedvenc összehasonlítása volt ugye a tíz parancsolat valamikori üzenete és a mostani világérzésünk vagy mentalitásunk között. Ezt nem kell magyarázni nagyon. Legyél szerény szemben azzal, hogy legyél sikeres. Legyél önmegtartóztató, fogyassz. Érezd, hogy bűntudatod van, érezd magad ártatlannak, és ezeket nagyon sokszor és érzéletesen tudta elmondani. Mindezt egy új egyetemnek, egy általa posztmodern egyetemnek nevezett tematikájaként is javasolta. Tehát azt mondta, hogy lépjünk túl a disziplinákon, és ezekkel a kérdésekkel, ezeknek a kibontásával foglalkozzunk akár szociológusként, politológusként, filozófusként, közgazdászként. Nagyon értett Elemér az imidzsekhez.
régi és új imidzsek összehasonlításához, illusztrálandó az előbbieket, hogy milyenek voltunk és milyenek lettünk egy szerényen, szépen megrajzolt 17-ben konstruált autó szemben egy 21. századi autóval. Nagyon sokat beszélt a szuperindividualizmusról, az önzésnek egy szinte vallásos szintre emelkedéséről, és ezeket nagyon jól tudta érzékeltetni reklámokkal, imidzsekkel. Nem mondom végig az egész 20. századi filozófiát, ahogy ő ezt végig megtette volna, de hát az individualizmus végső győzelme, a personalitás kultusza, az én mítosza és a celebek, az új istenek és istennők világa. Hát itt vannak az új istennők és az új istenek. Ezeket nagyon sokan látták, azért mutatom, egy kis nosztalgia feeling is van bennünk, mert több nyári egyetemen élveztük, és sose lehetett abba adni, mert olyan jók ezek az általa kiválasztott képek. Igen. Azt mondja az első, a csaj a cigivel a szájában, hogy mindent és mindenkit ott tudok hagyni, kivéve a bizsút. Az ékszereit. Igen, hát ezek magukért beszélnek. Nagyon fontos probléma volt a számára az, hogy elvesztek az értelmezési keretek. Volt az Isten, valamikor volt a történelem, amiben hittünk, a társadalom, vagy az egyén, de azt mondta, hogy most mindegyik megroppant, és ezért érezzük ezt a rettenetes nagy bizonytalanságot többek között. Változtak, az egymáshoz való viszonyuk is változott, de igazából mindegyik értelmezési keret megroppant, talán a legerősebb, ahogy itt látszik, ugye, az individuum, az egyén. Igen. Valamit itt átugrok, és akkor rátér arra, hogy amiről szó volt már, hogy van egy konkrét feladatunk az életben, vagy konkrét feladataink vannak, találjuk ki az országunkat újra. Ahogy ezt Itányiban is kitért, hát ez nem volt túl sikeres, a politikusok kinevették, mindegyik politikai párt, nagyon emlékszem ezekre a megjegyzésekre, már Szent István kitalálta, minek ezt újra kitalálni, mondták szellemesen, a média nevetségesítette, vagy ignorálta. És hát elég sok beszélgetés után jutottunk el oda, hogy kicsit tágítsuk ezt ki, és eljutottunk, és ezzel szeretném befejezni, a találjuk ki Közép-Európához, ami egy, igen, Reinventing Central Europe, egy interaktív honlap volt, ami az elemér először nem annyira fogadott el, és aztán ő lett a legfantasztikusabb szerkesztője. Volt olyan rovat is, hogy elegem van, hogy elegünk van, és keresünk olyan történeteket, amiből kiderült, hogy milyen borzalmas dolgok vesznek minket körül az utcán, vagy a rendőrséggel, nem tudom hol. És érdekes módon az ember azt hitte, azt gondoltuk, hogy ez senkit nem fog izgatni egy pár diákunkon kívül, vagy barátunkon kívül. Elkezdtek igen ismert figurák bekapcsolódni, az EU-s nagykövetek. Itt láthatják a fotóját Michael Lake-nek, aki hosszan volt Magyarország EU nagykövete, Thomas Glasernek, ő rövidebb ideig volt. Itt van a társadalomtudósok, Philip Schmitter, aki itt van körünkben, Philip talán fölébred, de here you are. És a dolog mozgott, tehát élt. Rövid cégeket tudtunk publikálni, erre mások reagáltak, csodával határos dolog volt, és volt egy üzleti kör, a Kárpátia alapítvány, azt hiszem, bizniszmenek, akiknek ez tetszett, és ők ezt támogatták, de elkeseredésük elfogyott, nekünk mi nem tudtunk akkor még kollektív sorossá válni, és nem tudtuk folytatni a honlapot, de most se vagyunk azok még, de talán most sikerül, és úgy gondolom a tegnapi, meg a korábbi tapasztalatainkból, hogy tényleg lassan át kell vonszolnunk magunkat a Gutenberg galaxisból, a Zuckerberg galaxisból, hogy legalábbis félúton vagyunk, hogy könyveket is szeretünk a párnánk alá tenni, meg ágyba vinni, de hogy a tegnapi példa mutatja, hogy 2100-an
követték ezt a hosszú beszélgetést Közép-Európáról. Azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne ezt a nagyon tradicionális műhelymunkát, ami pótolhatatlan és borzasztóan fontos mindenkinek, hogy lássuk egymást, vitatkozzunk, nem értünk egyet, utána egyetértünk, megint összeveszünk, de látjuk egymást, és érezzük a body language-et, a mozdulatoknak a fontossága velünk van. Hogyan lehet összekapcsolni egy sokkal-sokkal tágabb hatékonysággal, az akció rádiuszunkat kiterjeszteni. Ez igaz arra a mozgalomra is, amit 5-6 éve intottunk el, ez a kreatív város, ami tulajdonképpen szerencsére megértése talált a kormányzatnál is, és kőszeg elkezdett egy ilyen craft projekten belül tevékenykedni, hogy ne csak néhány épületet kapjon vissza a város, ami csodálatos, ugye nagyon szép, erős tér, ez kisugárzása van, hanem aki bejön ide, az megtanulhassa, hogy mit lát. A legnagyobb baj ezekkel a városokkal, nem tudjuk, hogy hol vagyunk, nagyon szép az épület, nézzük, semmi nincs kiírva, megiszunk egy pohár volt, kettőt, sétálunk, megint eszünk valamit, és elmegyünk. De hogyha meg tudunk állni, majd ez biztos lesz szó a következőkben, ha meg tudunk állni egy épület előtt, és van egy olyan mobil applikáció, amit letöltve 5 nyelven minden magyarázatot megkapunk belőle, akkor egészen más a helyzet. És így gondoljuk azt a koncepciót is, hogy jövő egyetem, hogy az egyetem ugorjon ki a saját dobozából. Tehát abban, hogy itt 20, 30 vagy 50 vagy 1400 ember jól érzi magát bezárva, ez már nem működik. Ha nem tudja a tudást átadni, ha nem tud beszívni tudást kívülről, nem tud kommunikálni, ez már nem működik, és nálunk sokkal nagyobb és gazdagabb egyetemek esetében sem, nem csak Magyarországon. Outdated, azt lehetne mondani. Hogy ennek technikái vannak, abban biztos vagyok, ez nem csak akarat kérdés, hogy hát osszuk meg a tudást, ezeket a nagyon lassan kiadott, szerkesztett könyveket, amiket mi nagyon szeretünk, ezeket muszáj, hogy kiegészítse ez a hihetetlen gyors, hiper, szuper gyors technika, amivel ugye tegnap is dolgoztunk. Tehát amíg abból könyv lesz, hogy itt 8-an vagy 10-en tegnapit beszéltek, megszerkesztjük, kiadjuk, addig legalább egy fél év, de inkább egy év fog eltelni. De tegnap már ezt élő egyenesben kapták az emberek. Tehát ebben is gondolkodott elemér, amikor a Postmodern Egyetemről beszéltünk. Elnézést, hosszabb voltam, de a rosszban volt egy kis jó, hogy többen visszamondták, hogy nem tudtak eljönni, kicsit több időnk maradt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattam.